Mai vendégem Kála Jernő, Hegedűművész, az Operaház első koncertmestere és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamaratanára. Köszönöm, hogy elfogadtad a mai meghívást. Én köszönöm, hogy hívtál. Először is a családi háttérre szoktam mindig rákérdezni, mert ez mindig nagyon izgalmas, hogy honnan jön egy művész, honnan ö, indul a pályája. Neked egy nagyon híres családból. Ö, egy zenész dinasztiából származott tulajdonképpen. Mesélnél nekünk erről egy picit? Természetesen. Édesapám, ifjabb Kálai Kisernő, primás. Nagypapám, idősebb Kálai Kisernő, művész, Ők a magyar cigányzene meghatározó alakjai. Tehát egy, igazából mindkét oldalról zenész családban, cigányzenész családban nőttem fel és nagyon sok zenész van a családban, tehát mindkét oldalon rengeteg zenész van, több, több fajta műfajból, klasszikus, cigányzenész, könnyebb műfajok, tehát rengeteg fajta zene keveredik a családba, de majdnem, hogy mindenki, mindenki zenész, visszamenőleg is. Tehát akkor determinált volt, meg volt előre határozva, hogy neked zenésznek kell lenni, vagy Hát például hogy történt valószínűleg meg volt, e, aztán ez így is alakul, de a szüleim mm. biztos, hogy szerették volna már kisgyerekkoromban, mm. hogy, hogy zenész legyek. E, nekem egy két-három éves voltam, már akkor volt egy nagyon pici hegedűm, amivel tulajdonképpen játszottam, nem hiszem, hogy hangot adott ki, de, de nagyon szerettem. Mm. Nyilván apámtól láttam, hogy ő is hegedül, gyakorol, Igen. és ez igazából, mint egy kisgyerek, én is csak szerettem volna őt utánozni, és ezért, ezért ő szerettette meg velem a hangszert. Mm. És hogy volt ez? Biztos nem emlékszel, de talán elmesélték neked. Ö, van egy ilyen szokás, hogy a, a, az újszülött kezébe adják a vonót. Uh -huh. Nálatok is ez megvolt? Valószínűleg, hogy megvolt, biztos vagyok benne. <laughs> és Igen, ez egy Régi szokás. Gondolom, <laughs> hogy rámarkoltam. Igen, tehát ez benne volt. Benne uh -huh. volt, hogy, hogy valószínűleg hegedűs leszek, vagy zenész leszek. Uh -huh. Uh -huh. Persze, hát a családból adódóan, akkor azérthető érthető volt. Igen. Gondolom, gyerekkorodban akkor gyakran hallottad édesapádat, nagypapádat, a rokonaidat játszani, és ez meghatározó volt. Tehát akkor fel sem az, hogy esetleg jogász leszel tűzoltó, mm. vadakat terelő el juhász. Hát talán kisgyermekként még azért gondolkodtam ilyeneken, főleg a tűzoltó, stb., de, de úgy komolyan nem merült fel, hogy, hogy más, más mm. hivatást válasszak. Mm. E, Nagyon-nagyon értekelt már, már nagyon korán, tehát egészen kisgyermek koromban. És hát ugye sok zenében nőttem fel. Hát e, édesapámnak rengeteg lemeze volt, videófelvételek, a legnagyobb hegedűművészektől nagyon sok CD, kazetta, videó, lemez, és tulajdonképpen én ezeken nőttem fel. Uh -huh. Tehát uh, ismertem mindegyik nagy, nagy művészt, hegedűst, és szerintem ez nagyban, nagyban inspirált arra az útra, amire aztán később komolyabban is rátértem. Emlékszel egy-egy felvételre, egy-egy bakerit lemezre esetleg, amiket akkoriban hallottál? Nekem tudom, hogy volt ilyen, és azért kérdezem, hogy neked Igen. esetleg. Igen, volt például meghatározó lemez. Hát volt volt több Jasochai mm. lemez, például apámnak, és hát azokat, hát ugye a világ egyik legnagyobb ekerűművésze, nekem is a egyik legnagyobb példakép volt mindig, mm. úgyhogy azok nagyon meghatározóak voltak mm. a gyerekkoromban. Aztán ugye komor, komolyabbra fordult a, a tanulás. Viszont akkor már annyira nem szerettem gyakorolni, amikor Igen. már kellett. Amikor nem kellett akkor nagyon-nagyon érdeket és nagyon sokat foglalkoztam vele. Na aztán utána, uh, egy picit azért kellett engem is. Uh, odaállítani, hogy akkor most gyakorlás van. De ez a normális, nem? Én azt hiszem, hogy a gyerekben benne van az, hogy inkább focizni szeretne. Természetesen. Ahelyett, persze. hogy, persze. hogy, hogy akkor órákat gyakorol, akár a hegedűn, akár az zongora mellett, vagy más persze, persze, Hát én is, én is így voltam. Meg akkor nem is nagyon értjük azt, hogy miért kell gyakorolni, mm. vagy nem, nem látjuk azt, hogy mi lesz ennek a gyümölcse, még nem fogjuk fel igazából, de, de ha nem kezdjük el, és ha nem kezdjük el minél fiatalabb korban, uh -huh. akkor utána sokkal, de sokkal nehezebb lesz azt bepótolni. Ez a fiatalkor, ez szerinted mit jelent? Hány évesen kell elkezdeni akár hegedűt tanulni vagy zenét tanulni? Hát szerintem minél korábban, annál jobb. Én igazából olyan 7 éves voltam, amikor zenéiskolába beirattak, és tulajdonképpen akkor kezdtem el így hivatalosan hegedűt tanulni és komolyabban gyakorolni. Szerintem a 7 éves az már nem annyira ö, korai. Tehát az, az mondjuk egy ilyen normál, nem is késő, de nem is nem is korai. Tehát uh -huh. lehet. Tehát sokszor ugye olvasunk ö, ilyen régebbi művészeknek az ön önéletrajzaiba, hogy már három évesen, négy évesen már ilyen meg olyan darabokat játszottak. Abban azért mindig van egy ilyen plusz két év, amit hozzá kell adni általában. De, de sokat, sokat számít, hiszen ugyanúgy, mint ahogy beszélni is megtanulunk hamarabb, a gyerekkorban minden könnyebb, és minél, minél korábban, annál, annál, gyorsabban tudjuk megtanulni szerintem. Mm. Főleg egy hangszert, ami ez azért nagyon sok év, évnyi munka kell ahhoz, hogy, hogy úgy kialakuljon az izmokba, hogy hozzánk nőjön, hogy, hogy tényleg kényelmesen érezzük magunkat. Főleg a hegedűn, ami ugye elsőre abszolút nem tud megszólalni jól. Igen, nagyon nehéz elsőre a hegedű. Igen, tehát, és, és nehéz e, bármilyen e, jól jó szóló hangot is is előcsalogatni, egy, főleg azon a kis hegedűn, hogy ez még uh -huh. jobban, még jobban nagyobb nehe, nehezítés, úgyhogy ezért kell szerintem minél korábban elkezdeni. Uh -huh, uh -huh. Ö, te tanultál zenét, mielőtt elkezdted a hivatalos tanulmányaidat a zenéskolában? Tehát esetleg kódtolvasással már azért? kicsit előrébb voltál, vagy, 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 apukád mutatott esetleg neked valamit? Erre annyira pontosan nem emlékszem. Biztos, hogy valamit, valamit mutat, tudtam már, amikor mentem zeneiskolába, hiszen apámmal azért otthon gyakoroltam. De olyan komolyan valószínűleg akkor kezdett el engem is jobban érdekelni, és tényleg akkor komolyabban venni a gyakorlást, amikor már nem csak játék volt, meg, meg játékhegedű, hanem akkor az, hogy kottát tudtam-e már olvasni, akkor arra nem emlékszem meg, mondom őszintén. De minden esetre akkor úgy kerültél be a zenéskolába, hogy már valamit tudtál játszani. És ki volt a, az első tanárod? Először, Ez nyilván mindig meghatározó egy, 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 egy zenész életében. Igen, először a Szent Istvánba jártam, Szirom uh -huh. utána a, a Tóth Aladár Zenéskolába Ácsné És tulajdonképpen Elég gyorsan mentek a zeneiskolai évek, és már 12 évesen felvételiztem a Zeneakadémia előkészítő osztályára, ez a különleges tehetségű gyermekek képzője, azt hiszem így hívják, és tehát így kihagyva a konzervatóriumot, rögtön a Zeneakadémián előkészítőbe folytattam a tanulmányaimat, ott először Csont Andrásnál, majd Perényi Eszternél. Mit gondolsz az előkészítőről a Zeneakadémián? Nyilván ott, ott olyan tanárok tanítanak, akik már a Zeneakadémián a művész uh -huh. palántákat is, hogy úgy mondjam, ö, oktatják. Tehát tulajdonképpen ilyen tanároktól tanulni azért az óriási kiváltság. Szerintem egy fantasztikus lehetőség, uh -huh. és a legjobb döntés volt szerintem nekem is, hogy oda kerültem, hiszen egyetemi professzoroktól tudunk tanulni. És hát azért az egy a komolyabb képzés. Meg azért mégis a zeneakadém, a légkör ott vagy bent nagyon inspiráló. Tehát nagyon sok tehetséges gyerek, akár a te korosztályod, akár az idősebbeket, ahogy látod, akik már elsősök, másodikosok, vizsgál, meghallgatod őket, hogy játszanak. Tehát azért egy olyan közeg, ami, ami, ami mindenféleképpen inspirál arra, hogy hogy akkor lehet még tanulni, lehet még gyakorolni, uh -huh. és akkor a legjobbat kihozni magunkból. Közben a középiskolai tanulmányaidat gondolom a Bartók Béla ö, Zenemészeti Szakgimnáziumban végezted? Nem, hiszen... nem, Aha. nem, nem, én külön, külön végeztem, és hát elég korán magántanuló lettem. Aha. Tehát az azt jelenti, hogy hogy volt, amikor hát egy, egy időben volt úgy, hogy én mentem be, tanárokhoz, órákra, nem, nem minden nap, természetesen, aztán volt, amikor hozzánk jött tanár, és akkor úgy tanultam, és akkor a vizsgákra mentem be, hiszen ugye a gyakorlás, meg a zeneakadémiai órák, azok a délelőttöket is nagyon elvették, és nyilván nagyon sok órát elvettek a napokból, és ezt így lehetett legjobban összehozni. De hát természetesen ez nem, nem csak az én döntésem volt így, hanem a szüleimé is, akik azért mégis ebben a korban jobban irányítják ugye a gyermekek képzését. Igen. De szerintem egy nagyon jó ötlet volt, hogy egy idő után erre rá tudtam állni, hiszen így, így több időt tudtam foglalkozni a hangszerrel, és akkor így mind a kettőt igazából így párhuzamosan nagyon jól meg Igen. tudtam oldani. Nyilván egy különleges tehetségnek, aki a zeneakadémián tanul, egyértelmű, hogy az, hogy az, útja az már ki van jelölve. Tehát, hogy milyen irányba szeretne a későbbiekben haladni. És talán akkor az is egyértelmű ebben az esetben, hogy a közismereti tantárgyakat egy picit nem baj, hogyha a háttérbe szorítják. Természetesen kell tanulni magyart, történelmet, matematikát, de egy művész, ö, ö, egy fiatal palánta, annak igazából a gyakorlásnak kell kitehetni az, az, az a, a napjának a nagy részét. Mennyit gyakoroltál akkoriban? Talán háttérbe szólítani nem kell, tehát uh -huh. azért minden fontos, uh -huh. csak val jól kell beosztani. Tehát nem szabad, hogy átbillenjen az egyensúly uh -huh. igazából. Tehát meg kell meg kell találni azt, hogy hogy tudjuk mind a kettőt valahogy hogy elsajátítani, de a gyakorlást nyilván több, több órát veszel. Tehát én, Hát ö, elég sokat gyakoroltam, főleg amikor bekerültem az Ene Akadémiára, akkor uh -huh. kezdtem el igazából többet gyakorolni. Hát, a, környezet. Ö, igen, a környezet? Igen, Meg, hát ugye a repertoár, uh -huh. akkor kezdtünk el igazából olyan darabokat tanulni, amiket már nagyobb hegedművészek is játszanak, és Aha. nekem ez egy hatalmas öröm volt, amikor ilyen darabot tanultam először, amit meg tudtam már hallgatni valamelyik nagy kedvencemtől. Tehát mindig azt vártam, hogy, hogy a gyerek darabok után, vagy a könnyebb darabok után már egy igazi nagy, nagy zenét tudjak tanulni. Hát egy ilyen, egy ilyen 4-5-6 óra gyakorlás, az mm. mindig volt, az mindig volt. Valamikor talán egy kicsit több is. Mm. És mi volt az a darab, ami, ami először így megfogotta, hogy az előbb említetted, hogy na végre akkor nem tudom, egy, egy, egy hegedű verseny? Igen, hát vagy az egy... első hegedű verseny, amit tanultam az előkészítőben, az a Bruch-Gémol hegedű Aha. versenye volt. Hát a legtöbben ezzel kezdik. Egy fantasztikus mű. Rövid, rövidebb, és talán egy picit könnyebb, mint a többi, de nem lehet rámondani, hogy könnyű. Tehát, de, de általában az szokott lenni így az első között. Bruch, Mendelssohn talán így valamelyik Mozart hegedű verseny. De nekem a Bruch volt, és akkor hát ez nagyon-nagyon örültem neki, amikor megkaptam ezt a hegedű versenyt. Kivel szeretted akkoriban hallgatni? Mert akkor biztos sokat hallgattad. Persze, nagyon sok kedvenc hegedűsöm volt már akkor, akit mindig hallgattam, igazából a kettőt tudok kiemelni, vagy talán hármat. A Jascha Heifetz, like Pörman, Aha. És Michael Rabin, tehát gyerekkoromtól kezdve, mondjuk ez a három hegedűs, ez nagyon meghatározó volt számomra, és, uh -huh. és rengeteg felvétel volt tőlük nekem, és majdnem, hogy mindegyik felvételüket ismertem, és uh -huh. mindegyik megvolt. Uh -huh. Miután elvégezted a, a, az előkészítőt, tulajdonképpen, utána ö, mi volt a terved? Hát én utána még elsőbe felvételiztem, igen. és még elsőbe jártam itthon. Tehát itthon az a zeneművészeti egyetemen, akkor igen. az első osztályt. De közben én már kacsingattam kifele is. Tehát már előtte voltam kurzusokon Amerikában, hiszen a Pörma Music Programba bekerültem, tehát volt egy lehetőség, amit igazából elég véletlenül találtam meg, egy, van egy Strad nevű újság, amit egy nagyon híres vonós ilyen szaklap, amiben hegedükről, hegedűsökről, vonósokról, és persze mindenfajta iskolákról, kurzusokról is írnak. És én igazából ebben az újságban találkoztam azzal, hogy van ilyen, hogy Perma Music Program, és hogy erre lehet jelentkezni. Ez egy nyári kurzus, ami 6 hetes, és igazából ilyen 10 éves, tehát ilyen 13-4 évestől 18-19 éves korig vannak diákok, akik ide be tudnak kerülni, és akkor én is erre jelentkeztem. Tehát akkor, akkor már, akkor még tanultam a Zeneakadémián, és akkor elküldtem egy videokazettát, elküldtem a jelentkezést, és hát ami nagyon nagy dolog, hogy rögtön bekerültem, hiszen több száz felvételből mindig csak kettő-hármat Választanak ki minden évben, hiszen akik voltak már tavaly és az előtti évben, és azok mindig prioritást élveznek, uh -huh. és így mindig nagyon kevés a szabad hely. És tehát akkor először így kerültem ki Amerikába. Akkor mennyi idős voltál? Akkor voltam már 17-17 uh -huh. éves, azt hiszem. Tehát akkor még előkészítőbe jártam, és ugyanerre ugyan a programra visszamentem a következő nyáron. És az ezt követő évben mentem ki tanulni Amerikába, akkor mentem ki felvételizni a Juilliard Egyetemre, miután az első évet már elvégeztem. Hát ez időben így jött ki valahogy, lehet, hogy egy évvel korábban kellett volna kimennem, akkor már ott járhattam volna az elsőt, de tulajdonképpen ebből hát semmi egy évvel később diplomáztam, mint ahogy, Tettem volna, hát ez abszolút nem, nem, nem számít semmiben. Uh -huh. Úgyhogy hát ez egy fantasztikus lehetőség volt, uh -huh. hogy, hogy, hogy kimehettem. És hát ugye a, a, a gyerekkori példaképemtől tanulhattam. Uh -huh. Tehát ez egy hatalmas dolog volt. Az is már nekem egy óriási dolog lett volna, ha csak találkozok vele, uh -huh. mondjuk 5 percre egy koncertje után, nem hogy ez, hogy hosszú évekig vele tudtam dolgozni. Uh -huh. Uh -huh. Igen, tehát azért az nyilván meghatározó, hogy az ember tizenévesen, tizenkét évesen akár hallgatja, egy hmm. szább, vannak a felvételeit, és utána oda megy, és ott, és ott élőben hallgathatja az ő játékát, élőben kapja az instrukciókat. Igen, igen, ez egy óriási érzés. Milyen személyiség egyébként? Hát egy, egy fantasztikus, ugye, a, a, ugye nagyon sok felvétel van róla, és azon is igen. visszajön az, hogy egy nagyon jó, jó, kedélyű, nagyon... Igen jó humorú ember, és hát emellett egy nagyon bölcs, bölcs pedagógus, és hát egy fantasztikus művész, egy hatalmas példakép, emberileg, zeneileg is. Úgyhogy én rengeteget, rengeteget tanultam tőle. Szerintem az ő tudás az kimeríthetetlen. <gül> tehát <gül> én tehát két évet voltam először a kurzusain, és utána pedig hat évet tanultam tőle. Tehát az igazából nyolc év volt, amit vele így eltöltöttem, uh -huh. és hát rengeteg-rengeteg dolog volt, amit, amiről lehetett beszélgetni. Uh -huh. Milyen volt, amikor játszott neked? Mesélj erről nekünk valamit. Milyen érzés? <laughs> hát, fantasztikus. Először, amikor először hallottam őt élőben, akkor az egy próba volt, ezen a kurzuson, hiszen ott minden héten voltak koncertek, a növendékek is játszottak, és valamikor ő is játszott. Hmm. Hát ilyen kamarazenét játszott. És tehát akkor hallottam őt élőbe először. Hmm. Mert ugye ő nagyon ritkán jön Európába. Igen. Hát nagyon, és főleg Magyarországra. Egyszer volt itt, azt hiszem 80-as években, hmm. és azóta nem volt koncertje. Hát ő inkább Amerikába koncertezik, meg, meg utazik a világban nagyon sok helyen, de az, az európai koncerteket azokat nagyon-nagyon válogatják. Hát ide ő kevesebbet, kevesebbet jött, úgyhogy az itteni közönség annyira nem tudta élvezni az ő játékát. Így van. Úgyhogy nekem így nagyon-nagyon nagy nagyon, nagyon szerencsém volt. És hát természetesen az órákon is, amikor egy-egy frázist megmutatott, hát az is egy, egy hatalmas, hatalmas élmény, de Viszont ő nem az a tanár, aki nagyon sokat játszik az órán. Aha. Tehát azt gondolnánk, hogy mivel ugye egy művész tanárról van szó, így a legtöbb minden az, az a hangszerrel történik, de ő pont az ellenkezője. Hát neki a koncepciója az, hogy inkább inkább elmagyarázza, és és kevesebbet mutat, csak akkor mutat, amikor amikor már szavakkal nem, nem tudná igazából kifejezni. De, de fantasztikus a magyaráz, tehát annyira, annyira inspiráló igazából, amit, amiket tud uh, tanítani. Uh, és a másik érdekesség az, hogy legtöbbször a mi hegedünkön, uh, a növendékek hegedűjén mutatta meg, a, amit, mm. amit akart mutatni, és nem, nem mindig hozta be az ő hegedűjét. Ezt azért, szerintem azért is csinálta, mert nem akarta, hogy olyan nagy különbség legyen az, amúgy neki mondjuk van egy stradivária, vagy egy várnérja, és mondjuk nekünk meg egy kevésbé jó hegedünk, és akkor, hogy, hogy erről, erről legyen szó. És a másik pedig, hogy ő azt akarta, hogy, hogy mi, mi gondolkodjunk saját fejünkkel, és ne csak egy, egy szimpla utánzás legyen az ő tanítása. Tehát, mert akkor lehet, hogy megcsináljuk, de nem értjük azt, hogy miért csináljuk úgy. Tehát ő mindig inkább rá akart vezetni arra, hogy, hogy mit, miért és hogyan, hogyan kell csinálni, hogy, hogy én jöjjek rá arra, hogy mit szeretnék csinálni. Hát ez nagyon-nagyon, én szerintem ez egy nagyon jó koncepció. Hogy zajlottak mondjuk az órák? Egy Egyszemélyes órák voltak, vagy esetleg több diáknak tartott egyszerre órát? Egyszemélyes órák voltak, heti rendszerességgel, de... Ö, egy hónapban egyszer, vagy, vagy két havonta mindig volt egy ilyen közös óra, oh, amire aha. mindegyik diákja beült, és akkor ketten-hárman játszottunk. Mindig előtte való héten megbeszéltük, hogy ki fog játszani, hogy ő kiválasztotta, hogy melyik darabot ki, ki játsza. És akkor tulajdonképpen ez a, ez, a, ez a közös óra, ez arról szólt, hogy mi növendékek mondtunk véleményt, arról, amit hallottunk. Uh -huh. Tehát ezzel tulajdonképpen rávezetve minket arra, hogy hogy kell gondolkodni, mint egy, amikor tanítunk tulajdonképpen. Uh -huh. Tehát nekem is ez volt az első megízlelése a tanításnak, amikor meghallgatsz valakit, és akkor arra tudni kell valamit mondani, akár egy pozitív kritikát, vagy akár egy, egy építő kritikát, tehát bármit, két-három mondat elég volt, de valamit, hogy mit mit tudunk hozzászólni, hogy mivel, mivel lehet, mi az, ami tetszett, mi az, ami nem tetszett, és mivel lehetne azt még javítani. Uh -huh. És ez is szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog. És persze a közös óra az, hogy hagyjuk egymást játszani, megint csak, ami nagyon inspiráló, és onnan is rengeteg ötletet lehet a többi növendéktől kapni el ez, ez a színpadi rutint is nyilván erősíti. Természetesen hiszen. is, hogyha mondjuk kellett bejátszunk egy darabot épp mm. egy koncert előtt, vagy egy verseny előtt, akkor mindig szóltunk, hogy szeretnénk játszani, és akkor, akkor, akkor előnyt élveztünk ezzel, és akkor be tudtuk játszani a darabot egy kisebb közöns, közönség előtt, mondjuk egy 15-20 fős közönség előtt, akik a, a növendékekből álltak, és természetesen ő is ott volt. És akkor így egy pici izgulás is volt benne, és igazából ezt így gyakorolni kell. Úgyhogy uh -huh. a koncerten már akkor könnyebb volt. Uh -huh. A tanulmányait az ember nyilván azért is folytatja, hogy azért megmutassa nem csak a közönségnek, de hát elsősorban a közönségnek azokat, amiket amiket tulajdonképpen magára magára szedett. De a legjobb lehetőség azt gondolom a verseny, ott, ahol meg tudja mutatni magát a szakmai közönségnek, illetve összehasonlítani saját magát a többiekkel, hogy hol tart. E, milyen versenyeken e, voltál -e ebben az időtájban? Sok, sok versenyen e, voltam, bár azért én nem voltam az a hegedűs, aki minden versenyre el akart menni. Uh -huh. e, nekem a verseny az mindig egy ilyen, hát ugye szokták mondani, hogy a verseny ez egy szükséges rossz. Ugye? De hát ugye egyrészt szükséges, Igen. mert szerintem is nagyon szükséges, főleg a mai világban. Tehát mondjuk 100 évvel ezelőtt ez lehet, hogy még nem volt így, de lehet, hogy még 50-60 évvel ezelőtt sem. De, de ma már muszáj felmutatni valamilyen versenygyőzelmet, ahhoz, hogy valaki egy karriert el tudjon indítani. Uh -huh. Nagyon kevés kivétel van természetesen mindenben, de... Meg hát ugye azért is, hogy koncert lehetőségeket kapjunk. Tehát egy verseny az nem csak a díjjal, hanem az utána való koncertekkel, akár menedzserekkel, fesztiválokkal jár, és igazából ez egy nagyon fontos része a versenyeknek. Tehát ebben látom azt, hogy egy nagyon szükséges. És miért rossz? Azért rossz, mert szerintem a, a zene azért mégsem arról szól, hogy, hogy ki a jobb és nyilván nem egy sport. Uh -huh. Tehát nagyon nehéz össze, összemérni is két teljesen különböző hátterű zenészt, két különböző ö, személyiséget, és hát ugye nem is, ez a, nem is ez a lényege a zenének, hanem az, hogy élvezze az is, aki csinálja, és az is, aki hallgatja. Tehát nem, nem az a cél, hogy, hogy én jobb legyek, mint a másik, hanem hogy én olyan jól tud, jó tudjak lenni, amilyen én szeretnék tulajdonképpen. De természetesen elindultam én is versenyeken, ami nekem egy fontos verseny volt, az a Car Flash nemzetközi hegedű verseny, amin első díjat kaptam. Az körülbelül a, 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 a kinti tanulmányaim elején volt, és hát volt még egy verseny, New york a Juilliard Concerto Competition, amit ott pár évente mindig megrendeznek, az, iskolá, az egy iskolán belüli uh -huh. verseny, amikor mindig kiválasztanak egy versenyművet, valamelyik évben zongor van, valamelyik évben hegedű, tehát ez így váltakozik, és akkor abban az évben épp egy Prokofjev második hegedű verseny volt kiírva, és én ezen elindultam, és ott ott is első díjat nyertem, uh -huh. és hát ennek az volt a legjobb része, hogy igazából annak a versenynek a díja az volt, hogy aki megnyeri, az utána eljátszhatja a Carnegie Hall nagy termébe ezt a hegedű zenekari kísérettel, a Juilliard zenekarának a kíséretével. Úgyhogy ez hozott egy, egy, ilyen fantasztikus, hatalmas élményt, hmm. hogy egy ilyen, ilyen teremben játszhattam. Akkor voltam azt hiszem, hogy 21 éves. Hmm. Én azt hiszem, hogy a Carnegie Hall az minden zenésznek az egy olyan ö, szentély, Ahova, ahova nem csak nyilván már az is nagy dolog, hogyha valaki beülhet a koncertterembe, de az, hogy játszani is, az egy, az, az egy olyan kiemelkedő esemény egy, egy művész életében, ami nagyon-nagyon ami keveseknek adatik meg. Természetesen, hát nagyon fontos zene történelmileg is, tehát Igen. ez az egész, meg hát mindenki megfordult ott a, a legnagyobb művészeknek is. Az volt a, a központja, tehát a legfontosabb Igen. koncertjeiket ők is ott ott játszották. Hát például Heifetz is 18-19 évesen ott játszotta az első nagy ö, debütáló koncertjét, és utána robbant be a zenei világba. Úgyhogy mm. mindenféleképpen ez egy nagyon, nagyon fontos lehetőség, és én nagyon örültem ennek, hogy, mm. hogy ez a verseny, ö, a verseny kapcsán ide jutottam. Akkor na, számodra is fontos volt. Kajjárat szempontjából egyébként szintén egy ilyen meghatározó Pont volt, hogy onnantól esetleg jöttek még egyéb koncertek, felkérések. Igen, természetesen. Tehát onnantól kezdve én is azért többet játszottam, főleg zenekarral, nagyobb zenekari kísérettel, Amerikába is sokat játszottam. Aztán a, a Pörman is sokszor ajánlott engem, amikor őt megkeresték, hogy melyik növendékét tudja ajánlani mondjuk egy koncertre Floridába, vagy akár Párizsba, és akkor is volt szerencsém az ilyen, ilyen meghallgatásokon játszani, és ott is e, akkor meghívtak koncertekre, tehát ilyen, ilyen esetekben is nagyon-nagyon segítő kész volt, és próbálta az, hogy egyengetni így az utamat is, főleg így az első évekbe. Úgyhogy ez, ez, mindenféleképpen. Aztán utána vissza is hívtak a Kárnegi holba, akkor a másik terembe is játszottam, a, a, kisebb terembe, ott egy, egy ilyen gála koncerten, úgyhogy az is egy nagyon nagy élmény, hogy ismét visszamenni oda. Mm, igen. Mesélj egy kicsit nekünk a Giuliádról. Milyen az iskola? Akár összehasonlítva a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel. Hát ez egy hatalmas iskola, hiszen nem csak zene, hanem tánc, Uh -huh. és uh, uh, színészet is uh -huh. uh, van ott tehát de rengeteg növendék van tehát igazából uh, egy hatalmas intézmény és nagyon, uh, nagyon sok színű és mindenki egybe van tehát és az egész keveredik tehát ebből ebből a szempontból nagyon más mint mondjuk az itteni ahol csak csak a zenére uh, koncentrálódik a dolog ugye egy, -egy sokkal nagyobb egy uh, egy ilyen nagyon szabad légkört teremt ezáltal, és hát ugye nekünk is meg, meg volt a lehetőség az átjárásra átmenni, megnézni egy-két dráma előadást, hmm. vagy, vagy egy-két balett előadást. Úgyhogy ez, ez is nagyon inspiráló közeg volt így a tanuló években. És hát az egyetem a város központjában van, ami szintén egy, egy, egy hatalmas... Segítség egy növendéknek, hiszen ott van rögtön a, 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 a Every Fisher Hall, mm -hmm. a, az Operaház, a, a, a balett és az Iskola. Tehát ez így mind, ez a Lincoln Center Pláza, ott egy helyen van minden, tulajdonképpen pont a város közepén, és így nagyon sok, sok helyre el tudsz menni. Vagy a Carnegie Hall például az is egy ilyen 10 perces, 15 perces sétára van ott, így rengeteg lehetőség van, akár koncerteket meghallgatni, találkozni nagy művészekkel, meghallgatni koncerteket. Úgyhogy nagyon egy nagyon élénk közeg az egész. Uh -huh. Azt gondolja az ember, hogy valóban akiket már oda felvesznek, azok a, a, a világ legnagyobb. Vagy legtehetségesebb ö, művészei, vagy hát tulajdonképpen a legnagyobb karrier előtt álló diákok. Ez gondolom a színvonalon is megmutatkozik, hogy azért ott a, a színvonal az elég magas. Természetesen, Kiemelkedő, tehát világszinten is. Természetesen nagyon-nagyon magas a színvonal. Mm -hmm. ö, nagyon jó növendékek voltak az én ö, ö, társaim is, főleg, mm -hmm. főleg a Pörman osztályában. És, és hát a többi, többi többi hangszerek is, hát rengeteg rengeteg jó zenész, jó zenész van. Uh -huh. És hát valóban, és mindenhonnan jönnek oda uh -huh. a gyerekek. Tehát egy nagyon, nagyon vegyes társaság. Tulajdonképpen amerikai növendékből volt a legkevesebb, oh. én úgy emlékszem, az iskolába. Tehát uh, rengeteg koreai uh, növendék van például. Azt hiszem, hogy majdnem mondhatom, hogy körülbelül a fele az iskolának az koreai növendékek rengetegen voltak, és nagyon-nagyon tehetségesek. És aztán Európából egy pára nem annyira sok, hm. Amerikából is azért nyilván, nyilván voltak, kicsit kevesebb Japánból, Kínából, de tehát egy nagyon vegyes, nagyon vegyes társaság, de a színvonal az, az nagyon magas. Hát ugye a felvételi már azért az nagyon nehéz, nehéz feladat ott átmenni. Úgyhogy ott olyan nagyon szigorú zsűri hallgatja meg a, a játékot, és nyilván nem, nem olyan sok uh, uh, hely van. És mondjuk a többi tantágyból, tehát nyilván a hegedűt, azt, azt most már el tudjuk képzelni, de mondjuk szolfész, zenelm, illetve történet, ilyen tantágyok is voltak, gondolom. Természetesen. És ezek uh, szintén hasonlóképpen inspirálóak voltak. és Igen, nagyszerű tanároktól tanultam Aha. mindezeket, és hát uh, Ugye, és a másik dolog az, hogy nyilván minden angolul történt, uh -huh. de én már addigra elég jól beszéltem angolul, úgyhogy ez a része annyira nem volt nekem már nehéz, hiszen én előtte itt az iskolába, meg, meg magánúton is elég sokat tanultam angolul, meg szerettem is nagyon az angolt, úgyhogy ez nagyon előnyömre vált, és igazából minden évben a szokásos zeneelmélet, és mellett, Kellett választani egy nem zenei irányi, nem zenei tárgyat, uh -huh. tulajdonképpen, ami lehetett. Hát ugye itthon is, hogy van filozófia, bármi, de például amerikai versek elemzése, oh, vagy uh -huh. ilyesmi, tehát nagyon-nagyon nagyon érdekes dolgok, dolgok vannak. Uh -huh. Tulajdonképpen 8 év tanulmány után kicsit hazahúzott a szíved? Igen, abban az időben úgy éreztem, hogy szeretnék itthon is egy picit több időt eltölteni, hiszen csak az ünnepekre jártam haza is nyáron. Tehát decemberben egy-két egy hetet itthon voltam, nyáron itthon voltam, és akkor azt éreztem, hogy szeretnék, ha nem is végleg, de egy kis időre hazaköltözni. költözni. Uh -huh. És azért is szerettem volna, mert hogy szerettem volna azért, hogy itthon is megismerjenek jobban a közönség, hiszen nyilván ameddig Amerikába tanultam, addig itthon kevesebbet játszottam egyértelmű. Azért, amikor hazajöttem, akkor mindig volt egy-két egy felkérés, de, de így egy picit kiestem az itthoni zenei életből. És én fontosnak tartottam azt is, hogy ezt is egy picit behozzam, és akkor hazaköltöztem. Uh -huh. Uh -huh. Ez mikor volt? Ez 2012-ben volt. Uh -huh. Akkor izromáztam, igen. Uh -huh. Igen. Hiányzott a család, gondolom. Természetesen. Tehát hogy ez, ez nyilván egy, egy döntő szempont ilyenkor, amikor amikor külföldön tanul az ember, hogy, hogy ha nagyon ritk ritkán látja az ember a családját, akkor azért az mindig megnehezíti a, 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 a dolgot. Uh -huh. Uh -huh. Igen, úgy éreztem, hogy hogy most egy picit azt, azt az oldalt eh, át kell állítanom. Tehát eh, uh -huh. eh, fontosnak éreztem azt, hogy most egy kis időt töltsek el itthon is, és megnézzük, hogy, hogy mi történik. Tehát akkor még nem, nem voltak konkrét terveim, konkrét elkezdet, hogy én most ide-ide és oda fogok felvételizni, vagy ezt szeretném, azt szeretném hanem igazából szerettem volna megnézni, hogy, hogy mi történik, hogyha a hazajövök, uh -huh. milyen lehetőségeim vannak a zenei életben, hogy érzem magam itthon újra, tehát azért az is egy hat éves kint, kinti tanulmány után megint csak majdnem, hogy mint egy új közeg az itthon is, de, de én nagyon jól megtaláltam itthon is igazából a, amit szeretnék csinálni, hmm. és aztán jöttek később a lehetőségek itt is, pár év múlva. Mennyire fogadtak tárt karokkal, hogy egy, egy olyan valaki, aki kint tanult a pörmannál a School-on, most hazajön Magyarországról, nyilván ö, sok ajtó azért megnyílt előtted azonnal? Természetesen, azért nyilván ez, ez egy egy, egy, nagyon nagy dolog, és sokat, sokat, segített itthon is, de azért itthon úgy éreztem, hogy, hogy ki kell járni azért azokat a, azokat a fokozatokat, amiket amúgy is, amúgy is ki kell mindenkinek. Tehát azért itthon is elmentem akkor még egy-két versenyre, tehát fontos volt, úgy éreztem, és kellett is ahhoz, hogy, hogy több meghívásom legyen, tehát több felkérésem legyen akár koncertre mert azért, azért nem voltam annyira elhalmozva még az első években, amikor hazajöttem. Uh -huh. De lehet, hogy nem, nem mindenki tudott arról, hogy, hogy kint tanultam. Tehát ezt egy picit be kellett járatni azért még az első egy-két évben. Uh -huh. Uh -huh. És az operába való felvétel az hogy jött? Tudod, hát kell. kellett? Igen, tehát? természetesen próbajátékot játszottam. Az egy nagyon gyors ötlet volt, igazából, hogyha előtte való évben megkérdezett, hogy hogy mi a tervem, akkor biztos nem mondtam volna, hogy én szeretnék az operába vagy valamelyik más zenekarba, koncertmester lenni. De kollégáim említették, hogy, hogy lesz egy próbajáték, és hogy miért nem próbálod meg? te nagyon jó koncertmester lennél. Mert előtte nem, nem dolgoztam zenekarban igazából soha. Uh -huh. Tehát annyi zenekari tapasztalatom volt, amennyit mondjuk az iskolában, a zenekari gyakorlaton megszer az az ember. De nyilván az az teljesen más. Tehát az nem egy... az nem egy... az tantárgy miatt csinálja ott az ember. Persze nagyszerű, meg nagyon jó karmesterek voltak főleg kint a Juilliardon, még a zenekari gyakorlaton is de azért az mégsem -e ugyanolyan, mint amikor egy profi zenekarba beülsz, tehát az egy teljesen más, más élmény. Úgyhogy igazából elkezdtem gondolkodni ezen, hogy lehet, hogy tényleg el kéne indulnom ezen a próbajátékon, és, és kipróbálni ezt, hogy hogy milyen ez az egész. Már csak azért is, mert úgy éreztem, hogy, hogy még mindig van, van kapacitásom arra, hogy még, még valamit csináljak, és szerettem volna még aktívabb lenni. Tehát úgy éreztem, hogy, hogy időben és energiában is még, még tudok mit hozzáadni. És én, én, szeretem, hogyha egy aktív zenei életet élek. Hát én nem, nem vagyok egy ilyen nagyon ilyen otthon ülős ebben a, ebben a témában. Tehát szeretem azt, hogyha vannak koncertek, hogyha van mire készülni. És, és akkor elmentem a próbajátékra, így teljesen ismeretlenül, és, és megnyertem. <laughs> Ez mikor volt? Ez most már egy olyan öt évvel, picit több mint 5 évvel. évvel ezelőtt volt. Hát öt év alatt azért, azért komoly tapasztalatot lehetett szerezni, gondolom akkor a zenekari játékban, főleg az operaházban. <laughs> tulajdonképpen akkor megtaláltad azt a számítást, amit, amit így, így terveztél. Te megtaláltad a... Igen, a, ha nem is terveztem, ter de, 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 de ahogy jöttek a lehetőségek, úgy, úgy én nagyon, nagyon jól megtaláltam. Igen, mm -hmm. pontosan. Mm -hmm. És hát tulajdonképpen a zenekari játék, ott megelőzően, hogy én kvartettet is mindig játszottam, tehát van egy vonós négyes, és a Kálai vonós négyes. És tulajdonképpen a zenekar játék az, az, a kamara nagyon, nagyon hasonlít. És ezért se okozott nehézséget a zenekar játék, még akkor sem, hogyha igazából nem, nem, csináltam élesben a dolgot, hiszen nagyon hasonló ahhoz egy próba, vagy, vagy a zenekar vezetés, mint, mint ahogy azt egy, egy kvártett első csinálja. Tehát uh -huh. De tulajdonképpen én ebből építkeztem, az ottani tudásomat is ebből építettem fel. És hát aztán öt év alatt természetesen rengeteg repertoár, repertoáron megy túl az ember az operaházban, és hát ugye ez volt a, a nehezebb része, az, hogy a, ez a hatalmas e, repertoár, amit, amit el kell sajátítani, hogy abból azért nagy része meg legyen. De hát ahhoz még még legalább öt év kell szerintem, hogy tényleg minden nagy operát e, megismerjek. A kálai vonós négyesre visszatérve, a maga műfaj, a vonós négyes műfaj az egy nagyon nehéz nagyon nehéz összjátékot igényel, hiszen négy embernek a, a tökéletes összhangját kell megteremteni ebben a műfajban. Egyébként kiváló kollégáid vannak, azért említsük meg őket is, kikkel játszol. Szajkó Géza, Dráfi Kálmán és Balázs István. Uh -huh. Most már velük is, hát jó pár éve, nem is, talán 6-7 éve már együtt játszunk, velük korábban kezdtem, mint az operába. Uh -huh. Úgyhogy, hát valóban a vonós négyes szerintem a, a kamarázásnak a legnehezebb része. Tehát uh -huh. Igen. amikor trióval játszok, vagy quintettel, az, az számomra mindig könnyebb. Tehát lehet az ongora miatt is, hiszen akkor bekerül egy más, másfajta hangszer, ami ez igazából nagyon, nagyon jól hozzá vagyunk már szokva, Aha. hiszen mi játszunk mindig zongorával, a szonátákat, Igen. és akkor van még mondjuk egy tehát kevesebb, kevesebb dolgot kell egyeztetni, igazából könnyebb valahogy az együtt a kvártetben, viszont sokkal precízebb és sokkal aprólékosabb munka kell ahhoz, hogy, hogy az, 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 egyáltalán működni tudjon. Tehát egy, egy nagyon, nehéz, nagyon nehéz műfaj, de viszont nagyon gyönyörű műfaj, hiszen Igen. fantasztikus zenék vannak. Tehát ha csak a Beethoven kvartettekre gondolunk, vagy, vagy a Bartók vonos negyesekre, Haydn, Mozart vonos vagy a romantikus, tehát rengeteg, az is kimeríthetetlen. És hát én nagyon, nagyon szerettem mindig is a kamara játszani. Igazából már Amerikában is sok kamara játszottam, ott is volt kvartett, egy pár évig játszottam két fajta kvartettbe is, játszottam triót is. Tehát mindig, amikor kamarát kellett felvenni, akkor mindig próbáltam azt, hogy, hogy, hogy vegyesen, és hogy tudjam a repertoárt azért valahogy ott is ott is uh, tanulni, és hát nagyszerű kamaratanárok voltak ott, például a vonos mm. négyest, a Juilliard Quartet uh, second hegedűsét uh, tanultam először, ugye az is egy ilyen történelmi vonos négyes, tehát egy nagyon régi vonos négyes, azóta már nagyon sokszor átalakultak, hát ma is van, de már teljesen más tagokból. Ugye hát az egy, egy fantasztikus, nagy, nagy múltú kvártet, és hát ilyen, ilyen Pedagógusoktól, ilyen zenészektől rengeteget lehetett tanulni. Uh -huh. A Kálaik vártette, tehát a saját zenekarotokkal, vagy kamara csoportokkal. miket játszotok főként, miket játszotok szívesen? Bármit. Tehát nagyon, nagyon sok minden. Mi mindig igyekeztünk odafigyelni arra, hogy hogy tanuljunk mindig új repertoárt, és hogy ne csak egy, uh -huh. egyfajta stílust játszunk. Tehát például az első darab, amit megtanultunk, az egy Bartók vonos négyes volt, ami abszolút nem szokványos, hiszen egy Bartókkal kezdeni mi négy embernek, aki nem játszott még soha együtt, azért az egy elég merész vállalkozás. Tehát valószínűleg egy könnyebb haydn kellett volna kezdeni, de mi rögtön belevágtunk a közepébe. De ez talán még, még, jobban összehozott minket, hiszen egy, 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 nagyon nehéz darabot, nyilván nagyon sokat kell próbálni, és így, így, így én úgy, úgy, érzem, hogy hamarabb összecsiszolódtunk. Uh -huh. ez, ez így. Aztán utána rengeteg mást játszottunk, tehát Beethovenek, Mozartok, Haydnök, Mendelssohn, nagyon sokfajta, sokfajta stílus, sokfajta zenét. Magyarország egy kis ország. Ebből adódóan a piac is viszonylag kicsi, hogy úgy fogalmazzak, hiszen a klasszikus zene, klassziku zene eleve egy réteg műfaj, ami valóban itthon azért csak néhány ezres, néhány tízezeres nézőközönséget. Állandó nézőközönséget érint esetleg. Mit gondolsz, hogy milyen lehetősége van itthon egy, egy kvártetnek, vagy esetleg neked, mint szólista? Hát valóban azért limitáltak a lehetőségek. Tehát én azért is alakítottam így a, a zenei életemet, hogy, hogy ne csak egy dologra fókuszáljak, hiszen ha csak egy dologra fókuszálok, akkor lehet, hogy valóban kicsit nehezebben Megy, megy a játék, uh -huh. és, és kevesebbek a, a lehetőségek. És, és nekem személy szerint nagyon jól esik az, hogy többfajta, többfajta zenei közegben ki tudom magam próbálni. Tehát ezért, uh -huh. ezért volt számomra az fontos, hogy hogy szólistaként is, kamarazenészként is, és zenekari muzikusként is, részt tudjak venni a magyar zenei életben. És az, hogy ezt a hármat így összetettem, így már egy sokkal aktívabb és sokkal több lehetőséggel telibb világ tárult mm -hmm. Talán egy valami hiányzott még akkoriban, a tanítás, ha jól sejtem, ami viszont most olyan szerencsés helyzetbe kerültél, hogy bekerülhetél a Zeneakadémia falai közé, a Lisszerenc Zenőműszeti Egyetem kamaratanszékére. Igen. Igazából a tanítás se volt annyira új dolog számomra, hiszen az amerikai éveim során ott már elkezdtem tanítani így privátban, tehát egy-egy növendéket. Emlékszem, az első növendékemre egy, egy koncert után ödejött hozzám valaki, hogy, hogy nem nemet tanítanám egy a, a, a 12-13 éves lányát, aki a másik iskolába tanult, nagyon fantasztikus tehetség, mert nagyon tetszett neki a játékom, és hogy, hogy nemet tartok órát. És akkor én gondolkodás nélkül igent mondtam, pedig akkor még nem tanítottam soha senkit, és mert érdekelt a dolog. És akkor így, így, így elkezdtem tanítani. Uh -huh. És aztán mindig mindig jött egy-két növendék, aki szeretett volna nekem játszani, vagy kért, hogy hallgassam meg, vagy akik szerettek volna egy-egy órát tőlem. És akkor így igazából bele, belekerültem ebbe is, hogy, hogy tanítok. Meg persze a közös órák, tehát az volt igazából az alapja, ami, amiről előbb beszéltem, hogy ott kezdtem el ezen gondolkodni, hogy hogy, hogy van egy ilyen oldala is, hogy, hogy valamihez hozzá lehet szólni, hogy lehet adni tanácsokat. És nekem ez igazából nagyon természetesen jött. Tehát nem, nem nagyon kellett gondolkodnom rajta, már már az elején sem. És aztán azóta így folyamatosan mindig volt egy kis tanítás az életemben, nem olyan sok. Nyilván a játék volt mindig az, ami mondjuk 95%-ot elvette, de egy 5%, -5 mindig volt arra, hogy egy-két növendéket meghallgattam, jöttek játszani, vagy akik mondjuk felkészültek egy versenyre, vagy egy próbajátékra, játékra, megkértek, hogy adjak egy-két tanácsot. És így tulajdonképpen az, hogy most bekerültem a Akadémiára, a kamaratanszékre, így a tanítás nem egy újdonság volt számomra, hanem már egy majdnem, hogy azt mondhatom, hogy egy megszokott dolog. Uh -huh. De én nagyon szeretek tanítani, tehát mindig is, mindig is közel állt hozzám a tanítás, és nagyon érdekelt. Úgyhogy nagyon örültem, amikor ezt a felkérést megkaptam a Zene és azonnal igent mondtam. Uh -huh. És nagyon örülök, hogy most akkor ezt így, mint plusz, még, mint egy negyedik oldalamat is így meg tudtam mutatni, és, és tudom ezt is csinálni. Uh -huh. Milyenek a növendékek? Hogyan fogadják a, 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 az instrukcióidat? Mennyire vevők a, illetve mennyire befogadók? Nagyon-nagyon vevők és befogadók. Természetesen nagyon változó növendékek vannak, változó személyiségek, változó uh -huh. karakterek. Kamara zenét tanítok, tehát igazából ami ami abban más, hogy nem nem csupán arról beszélünk, hogy hogy kell az adott hangszer, hangszeren játszani, hanem inkább a zenét uh, tanítjuk. Tehát és ez, ez nekem, ez még még jobb, hiszen én még, uh, még jobban érzem magam, amikor a zenéről kell beszélni egy órát. Tehát én is jobban szeretek azzal foglalkozni, mint mondjuk etüdökkel. Uh -huh. Úgyhogy nagyon örültem, hogy igazából így most a kamarával kezdtem a tanítást. Tehát uh, nagyon nagyon érdekes, a növedéket is nagyon érdekli, mm. úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok. Én azt gondolom egyébként, hogy a tanítás azért egy zenész számára nagyon fontos állomás, és nagyon jelentős tanulmány, hogy úgy mondjam. Hiszen amikor el kell magyarázni a növendéknek, hogy itt most egy hangpár van, azt hogyan kell megformálni, vagy, vagy bármilyen vonókezelési technikát hogyan kell tulajdonképpen ö, használni, akkor az ember saját maga is megérti, hogy ami eddig természetesen jött, azt nekem át kell adnom azt a fajta tudást úgy, hogy megértse a másik növendék. Tehát valójában ö, amikor kint a, a Gyuriádon IC-poránnál tanultál, akkor valójában ezt a fajta oldalatokat erősítette. Természetesen. És amikor más tanítasz, akkor olyan, mint hogy a saját magadat tanítanád. Igen. Tehát uh, rengeteg dologra rájössz, hogy, hogy ezt igazából hogy is csinálod, vagy hogy kell csinálni Igen. a tanítás során, és, és még, még jobban el tudsz mélyedni a részletekbe akár egy zeneművel, amivel már foglalkoztam, de lehet, hogy még találok benne olyan dolgokat, amire még akkor nem jöttem rá, amikor nem tanítottam, tehát ebben, uh -huh. ebben fantasztikus dolog a tanítás. És az, hogy az ember ki tudja fejezni ezeket szavakba is. Az a veszélye megvan, hogy hogy a játéknál túl sokat gondolkodunk rajta, és túl analitikus a gondolkodás, akkor azért mondjuk az, az nem, mindig, nem mindig jó irányba viszi. Tehát a játék során meg kell hagyni szerintem egy pici ösztönösséget is a tudatosság mellett. Ez valahogy így fele-fele arányban talán kell jól kontrollálni, de de természetesen a tanítás ez nem, nem befolyásolja, hiszen akkor nem nem mi játszunk, hanem, hanem a növendékek játszanak nekünk. Mi a terved a jövőre nézve? mit szeretnél a következő 5-10 évben elérni? Biztos van terved. Hát ugye, ahogy előbb mondtam, hogyha megkérdezted volna akkor, hogy mi a tervem, akkor valószínűleg nem azokat mondtam volna, amiket igazából később elértem. Például tavaly még ezt a zeneakadémiai tanítást sem mondtam volna a tervnek. Azt mondtam volna valószínűleg, hogy majd később szeretnék tanítani, hiszen, hiszen nagyon szeretek tanítani, de még nem, nem éreztem azt, hogy bármit lépjek igazából ezzel kapcsolatban. Aztán jött egy felkérés, és, és, és nagyon boldogan elvállaltam. Tehát ilyen, ilyen szempontból terveim nem nagyon vannak. Kivéve az, hogy amit csinálok, azt szeretném folytatni, és még, még jobban csinálni, még. Még jobban jelen lenni a, a zenei életben, itthon is, külföldön is. A koncertek, például a szólókoncerteket is nagyon eh, nagyon szeretném még tovább vinni, tovább fejleszteni. Még jobb zenekarokkal játszani, nagy karmesterekkel. Tehát igazából ilyen. ilyen. Tehát a terv az, hogy folytatni azt, amit elkezdtem, és azt építeni. Uh -huh. Ö, Terve van esetleg az, hogy visszamész Amerikába hosszabb időre? Vagy majd ahogy... ahogy Egyelőre nincsenek konkrét elképzelések, de, de nem, nem szeretek kizárni se semmit uh -huh. a, 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 lehetőségeim közül. Tehát ezt, ezt majd ahogy, ahogy hozza a jövő. Mire készülsz most? Van valami közeli koncert esetleg? Egy van, felépés. A koncert mindig van szerencsére. Re? Most, most lesz három egymás követő koncert, minden héten egy-egy. Az első az egy szóló fellépés, Dénes István karmesterrel játszom, és a Dohányi Zenekarral. Azután egy kvartett koncert, nem, először lesz egy trió koncert, Csaló Gáborral és Varga Istvánnal uh -huh. a Bartókházban. Az egy sorozat része, ez az utolsó rész lesz, a Schumann összes trióját és hegedű zongora és cselló zongora darabját bemutatjuk. Aztán utána való héten pedig a kvártettel játszom. Ott pedig egy fesztivál keretében, ez a Budapest Quartet Weekend, ami most már minden évben megrendezésre kerül a Nádor terembe. Ott játszunk. Az egy két-három napos maraton, amikor mindig egy szerzőt választanak, és az összes kvártettje megszólal, természetesen sok kvartett előadásában, és ebbe az éve Mozart kvartetteket választották, úgyhogy mi két Mozart kvartettel készülünk erre a fesztiválra. Úgyhogy ebből is látszik, hogy nagyon változatos mindig, amit csinálok, de ez nekem nagyon, nagyon jó, mert így mindig életbe tartja igazából a, a zeneiséget, és ez mellett természetesen rengeteg opera feladat is van, uh -huh. Hiszen az mindig van, az, az folyamatosan van. Úgyhogy egy dolog nehéz beépíteni a próbákat. Tehát kicsit a, a, a betáblázás az, ami a, a, ami a nehezebb feladat, hogyha sok különböző dolgot csinálok. De egyelőre el sikerül megoldani. Uh -huh. Úgyhogy nagyon-nagyon várom ezeket a koncerteket és ezeknek a próbáit. Rengeteget dolgozol magánéletre, azért jó idő? Természetesen jut idő. Az, az időt kell valahogy jól beosztani, uh -huh. tehát ezen múlik az egész. Az, hogy, hogy meglegyen a, a próbáknak az ideje, meglegyen az az idő, amit otthon töltök, uh -huh. úgyhogy egy, 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 igyekszem ezt balanszba hozni. Még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy, hogy semmire nincs időm és sokszor én is már, már úgy látom, hogy teljesen tele vagyok, de aztán még mindig, mindig lehet egy kis időt találni valahonnan, és akár a szabadidőre is lehet még egy kis plusz időt találni. Azt gondolom, hogy nagyon sokat elárul egy művészről, hogyha ha meg tudjuk, hogy mik a kedvenc zenéi, miket hallgat szívesen. Úgyhogy neked is feltetném ezt a kérdést, hogy mi az az öt album, öt bakerit, CD, vagy esetleg zenemű, amit elvinnél magaddal egy lakatlan szigetre, hogyha ha hosszabb ideig ott kellene venned? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Igen. Ugyanúgy, amikor megkérdezik, hogy ki a kedvenc zeneszerzőm. Tehát ugye egyet kiemelni nem nagyon tudtam soha, de mondjuk ha öt-öt művet kell ö, kiemelni, az talán egy picit ö, könnyebb. Ö, Hát, azt hiszem, hogy egy mozart, mű mi mindenféleképpen lenne benne. Valószínűleg a mozart rekviem, mm -hmm. amit, mm -hmm. a, amit elvinnék, uh, mendőzön, Kamara zenét. Kivel egyébként. Ha, ha, még meg lehet kérdezni? Hát, ez, ezt, ezt most nem tudom megmondani. Aha. Ez rengeteg jó, Igen. Van, Igen. rengeteg jó felvétel van, rengeteg jó felvétel van mendelzon nagyon szeretem, főleg a Kamara zenéit, uh -huh. ezt a őszinte romantikát, ezt a nagyon világos, egyértelmű zenét. Úgyhogy valószínűleg Mendelssohn oktatóját uh -huh. választanám, ezt nagyon szeretem játszani, és többször játszottam. Egyébként ezzel a darabbal van élményem, hiszen Pörmannal játszottam, mint második heged is, ő mellette koncerten. Volt egy ilyen turné, amikor növendékekből álló kis csoportokat csinált, és akkor mentünk vele koncertet játszani Amerikába, meg Kanadába, meg Mexikóba is. És ez fantasztikus élmény volt mellette koncerten játszani, tehát azért az is egy más, más érzet, és az, hogy mint kamara partnere lehettem, tehát az, az, az egy örökre meghatározó élmény, és talán ezért is olyan fontos számomra ez a mendoza tehát mivel így, így ő ismertem meg igazán ezt a művet. Aztán mi lenne még? Nagyon szeretem például uh, Grieg uh, lírikus svitjét. Ez mm. egy zenekari gyönyörű darab. Uh, azt is választanám. Hát, Bartók, Bartók ott mindenféleképpen, igen. például a Szakálú Hercegvára, uh -huh. az, az egyik kedvenc uh, operám, még akkor is, hogyha egy egyfelvonásos, és nem szokványos értelemben nagy opera, de igen. de szerintem az egyik leg, legtökéletesebb opera ilyen szempontból, tehát egy fantasztikus... Na, szerkezetileg, vagy? Igen, vagy? igen, meg meg, meg a, a, a zenei... Gondolat, a gondolatok, gondolatok. tehát harmóniák, a színek, uh -huh. meg az, hogy mindent ki tudod fejezni ilyen rövid idő alatt, tehát az, hogy nagyon sűrű az egész, és kompakt. Ez nagyon, nekem nagyon tetszett már első hallásra is, hát ez mindig nagy élmény játszani, és élmény benne lenni a zenébe. Hát az operában, gondolom gyakran játszottok. Természetesen. Igen. Igen. Uh -huh. Igen. Ugye operák között is rengeteg van, amit, amit választhatnék, Például Puccini operáit nagyon szeretem, tehát ott uh -huh. bármelyik, bármelyik lehetne, akár a, a Pillangó kisasszony, uh -huh. a, a, a Turandot például azt nagyon szeretem, vagy vagy a Bohém élet, vagy a Manon, egy Puccinit valószínűleg vinnék, és... Még, még talán egy maradt? Ez volt az ötödik, Ez de volt az ötödik. azért legyen egy ráadás. Hát nem tudom, ugye annyi, annyi, annyi van, annyi nagyszerű zene van, és akkor ja. még nem is beszéltünk például Mahler, Mahlerről, a mondjuk egy Mahler szimfónia, Vagy vagy valami Richard Strauss, amit szintén nagyon szeretek. Nagyon nagyon nagy a, a repertoár, amiből lehet választani, és fantasztikus zenék vannak. egy nagyon nehéz kiemelni. Ez az ötöd, de, de valami ilyesmi lenne a lista. És hogyha egy hegedű darabot kellene választani? Vagy az egy nagyon nehéz kérdés nyilván egy hegedűstől. Igen, mert ugyából még és, többet ismerek. Hát ez az. E és esetleg, ha még egy előadót is mondasz mm -hmm. hozzá. Mm. Még nehezítve a még kérdést. Nehezebb. Hát mondjuk hegedű versenyek között talán a Brahms hegedű verseny. Ó, igen. Emelném mm. ki. Hogyha csak azt kellene hallgatnom, akkor valószínűleg azt, azt, azt mondanám. És uh, én nagyon szeretem Pörman felvételét a berlini filharmonikusokkal. De egy legendás felvétel. vezényel az egyik, meg persze a Heifetz felvételt is. Mm. Azt hiszem az a, talán a csikágóiakkal van, most nem emlékszem pontosan. Tehát a uh, hegedű darabokat, de mondjuk szóló hegedűre, mondjuk egy bach Sakont, mm -hmm. talán az is, az is egy, egy, egy kimeríthetetlen Zene, amit nem lehet, nem lehet elégszer eljátszani, mert ott is mindig annyi mindent találsz, több év, több évtized után is benne, és még mindig, mindig nem érted, és még mindig van mit, még mindig van mélyebbre ásni az ilyen zenékben, úgyhogy hegedű darabokból talán ez a kettő. Nagyon szép választások. Hát minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy elmeséled nekünk Én köszönöm. az életedet és hogy egy kicsit beavattál a zenei gondolataidba, miket szeretsz játszani, hallgatni. Úgyhogy számomra egy élmény volt ez a beszélgetés, úgyhogy nagyon köszönöm. Én köszönöm, nagyon örültem.